régen a lakodalmi mulatságban a jó hangulat egyik elengedhetetlen felelőse volt a vőfély. Hazánkban ma is sokfelé követik ezt a hagyományt. A kikérés, a különböző fogások előtti versek, a tréfás játékok, a gyertyafénykeringő, a menyasszonytánc levezénylése, a násznép tájékoztatása, mozgatása, szórakoztatása mind-mind az ő feladata. A vőfékedés hagyományának fenntartásáról, szokásaik megőrzéséről szól a fáma mai adása. Köszöntöm kedves nézőinket! A mai adásunkban nem stúdiónkba hívtuk a vendéget, hanem mi látogattunk el a sokak által ismert vőfély legendához Jászágóra. Több mint 850 esküvő, 50 év, Záhonytól Zalaegerszegig több száz esküvői helyszín. Lássuk, ki a fáma heti adásának vendége, a lakodalmak karmestere. Szép jó napot kívánok kedves minnyájuknak és az egybegyűjt Becses Társaságnak. Jászkunsági gyerek vagyok, Major József a tisztességes Becses nevem, és ahol vígan vannak legények és leányok, én oda szívesen betérek. Segítségére leszek a boldog ifjú párnak, a kedves örömszülőknek, sok-sok verset elmondok majd Vímben, és hogyha elfogadnak engemet vőfének, én ígérem, jó mulatással meghálálom szépen. Szeretettel üdvözlöm! Szép jó napot kívánok! Milyen indítatásból lett vőfély? Ez tudatosan történt, vagy volt valami alkalom, ahova felkérték, és megtetszett ez a szakma, hivatás? Hát ez a mesterség, ez úgymond régi gyerekkoromban, tehát ifjú gyerkőcként kezdtem el. 1970-es években, tehát 71-től kezdtem el, mint aktív vőfélyként. Meg kell, hogy jegyezzem, tehát régen a lakodalmakban két vőfély volt. Volt nagy vőfély, volt kis vőfély. A nagy vőfély a vőlegénynek a helyszínén volt, tehát ő szervezte, irányította az egész lakodalmat. A kis vőfély az a menyasszonyos háznál volt, ugye, és külön tartották az esküvőt is. Én a pályafutásom során egyetlen egy alkalommal nem voltam kisvőfély, én mindig nagyvőfély voltam a lakodalomban, és hát ez megtetszett akkor nekem ez a mesterség, ugyanis a régi könyvekben is úgy fogalmazódott meg, és úgy vagyon leírva, hogy a vőfélység az egy mesterség, amit ugye szájhagyomány útján terjedt, és így határoztam el én is, így döntöttem el én is, hogy egy 71-ben, akkor 80 éves vőfély bácsit fölkerestem, és annak a kérését, segítségét kértem, és ő mondott el nekem vőfély rigmusokat, és azt próbáltam a mai napig, tehát a mai kornak megfelelően átformálni a mai igényeknek, ugyanis nagyon sok változáson ment azóta keresztül ez a változás, ez a lakodalmi szokások, lakodalmi hagyományok ugye más formában történnek most már napjainkban. Régen ugye a vőfély hívogatott a nagyvőfély és kisvőfély, ők hívogattak meg lakodalom előtt, ugye két héttel, akkor kaptak egy listát, egy megbízást, ugye, és akkor elmentek minden házhoz a fiatal pár és az örömszülők által fölírt, összegyűjtött ugye listán, és akkor mindenkit meghívtak, és akkor mondták, hogy alázatossággal lépünk be a házba, az égáldás a szálljon a benne lakókra. És akkor meghívták a családot, ugye, hogy kiknek gyermekük Kis István, kiknek gyermekük jövő héten szombaton tartja esküvőjét, és ezen tisztelettel kéri a kedves családot, hogy déli 12 órára szíveskedjenek náluk megjelenni, majd az azt követő vacsorára. Akkor most már tudjuk, hogy tulajdonképpen a meghívó az hogyan történt ebben az időben, de a nagy nap hogy kezdődött? A nagy nap tulajdonképpen a vőfély elment a lakodalmas házhoz, megjelent a vőlegényes háznál, és beköszönt,
a lakodalmas házhoz, hogy én leszek itt a vőfény, majd mindenki meglátja, boroshordó esik a házigazdára. Feküdjön alatta legalább egy hétig, és utána kívánom, hogy éljen még, vagy 120 évig. És ezzel köszönbe a vőfény a lakodalom napján. És utána ugye természetes dolog, hogy ugye tájékozódott ott a vendégekkel, fölvette ugye a kapcsolatot, a kontaktust, hogy minden el van-e rendezve a lakodalomnak a helyszínén, a vendégek megérkeztek-e már, minden vendég ott van-e, és akkor utána zenekar, fotós, akik ugye elengedhetetlen kellékei, és hát ugye nem utolsó sorban a kedves vendégek, ugye, hogy megérkezette mindenki. Amikor megérkezett mindenki, a fiatal pár, illetve a vőlegény közli, hogy itt vannak, minden vendég megérkezett, akkor ugye természetes dolog, hogy elkezdődött a nagynapnak az eseményei. Régen egy gondolat erejéig szeretnék csak visszalapozni. Régen ugye hétfőn kezdődött a lakodalom. Már a hét elején elkezdődött, mert ugye nem voltak még az 50-es években, még nem voltak olyan, hogy ugye piskóta, torta, meg már hét elején elkezdték ugye a sütkérezést, akkor készítették, ugye hétfőn például elkészítették a perecet, a igazi jászsági rostélyos kalácsot, ugye, ami a jászságban ugye az elengedhetetlen kelléke ugye a lakodalomnak, és ugye ezt a vendégeknek osztották, adták mindenkinek, hogy amikor mentek ugye a vendégek, vitték az ajándékot, már hétközben elkezdték hordani össze az ajándékokat, és akkor túrót, tojást, akkor rövid italokat is vittek ugye a lakodalmakba, akkor megvolt ugye az, hogy melyik nap milyen süteményt készítenek, akkor megvolt külön annak, hogy mikor van ugye a disznóvágás, ugye. Tehát nyáron nem is tartottak régen lakodalmat, mert régen a nagyszüleink azt mondották, hogy nyáron nem érünk rá mulatni, mert sok a munka. Ugye, és nyáron nem tartottak ugye lakodalmat, csak kora tavasszal és késő ősszel. Ősszel, amikor már ugye meghízott a jószág, ugye kiforrott a bor, és akkor ugye, hogy saját maguknak ugye fölnevelték a lakodalomra, ugye megteremtették az élelmet, úgymond, tehát a elkészítésre kerülő ételt, italt, aztán meghizdalták a disznót és a marhát, bordjút. A birka például az elmaradhatatlan kelléke volt, ugye, és mai napig is a jászsági lakodalmaknak ugye az elengedhetetlen kelléke a birka pörkölt. Beszéltünk a múltról, hogy milyen lehetőségek voltak, milyen hagyományok voltak. Most van-e, amit tartanak ebből? Igen, hát a múltról még sokat tudnák beszélni, de haladjunk a korral, ugye, és a napjainkba. A 80-as évektől kezdve változtak a lakodalmi hagyományok, lakodalmi szokások, ugyanis a 80-as évektől kezdve, közepétől, 80-as évek közepétől már ugye ritka esetben tartanak, és napjainkban is nagyon ritka esetben tartanak sátoros lakodalmokat. Az igazi, régi, hagyományos lakodalmokat, ahol cigányzene szólt, és ugye a prímás, ugye a zenekarvezetője az odament az asztalhoz, és akkor a násznagynak, vagy a akármelyik vendégnek apró forintért, pár forintért, ugye elhúzta neki például a nótáját, ugye ezek voltak ugye régen. Manapság már ugye ez, mondom, a 80-as évek közepétől ez megváltozott, ugye most már étterembe tartják, vagy művelődési házba, rendezvényházakba tartják a lakodalmat, egy vacsorával egybekötve, ugye, és most már ugye a
szinte mondhatom azt, hogy a 80-as évek közepétől ez a vőfélyi szerep, ez vőfélység, ez a meghívás, az már nem a vőfélynek a feladata volt, nem a vőfély végezte, ugye, hanem ezt már a fiatal pár meghívóval, ők készítettek meghívót, és ők személyesen adták át, személyesen vitték el minden vendégnek, és ez mai napig is így történik. Egy vacsorával elintézik a nagynapnak az eseményét, természetes dolog, ugyanúgy megvannak előtte, ugye a régi hagyományokból. Én bevallom őszintén, én a múltnak a fönnmaradásáért azért nagyon sokat küzdök, nagyon sokat harcolok. Én minden erőmmel szeretném, hogyha ugye ez a vőfé hagyomány ugye megmaradna, mert hogyha ugye egy nemzet kihal, és nem maradnak írásai, elmúlnak a szokásai, elmúlnak a hagyományai. És én ezt szeretném, ugye, hogyha ez fönnmaradna, tehát én szeretek ahhoz alkalmazkodni, egy csipetet mindig úgy beletenni a régebbi hagyomány változatból is, tehát nem csak kifejezetten ugye a mostani, de senkire semmit nem szoktam ráerőltetni, hogy ennek így kell lenni. Tehát én amikor megbeszéljük a fiatal párral, ugye, hogy az esküvőt, akkor ugye én természetes dolog, ugye elmondom nekik, hogy hogyan lehetne, milyen formában lehetne, és akkor ugye eljön ugye a nagy nap, akkor ugye mondtam, hogy beköszön ugye a vőfé, utána ugye megvan ugye a vőlegénynek a búcsúzója, vőlegény elköszön ugye a szülőktől, testvérektől, és akitől ugye szeretne, barátoktól, és akkor utána ugye szoktam mondani, hogy most pedig vőlegény urunknak keressük föl párját, az ő drága kincsét, kedves kis mennyasszonyát szerezzünk, ma neki kedvet, boldogságot, hozzunk neki a keblére egy szép gyöngyvirágot. Induljunk el innen csendes békességbe, jöjjönek utánunk, mindannyiukat kérem. És akkor zeneszóval van, ahol ugye még gyalogos menetbe elmegyünk a mennyasszonyos házhoz, vagy ugye, uram, bocsáss, hogyha úgy van, hogy ugye személykocsival megyünk, mert távolabb van a helyszín, a falunak vagy a településnek a másik részén van, ugye, akkor nyilvánvaló, hogy egy előtte valahol egy parkolónál leparkolunk, ugye a kocsival kiszállunk, és akkor zeneszóval érkezünk meg a kapuhoz, és akkor ott ugye természetes dolog, ugye zárva van a kapu, ugye, mert ilyenkor ugye a mennyasszonyt a lakásnak a legrejtettebb helyére ugye szokták ugye eldugni mindig a mennyasszonyt. A vőlegény, illetve megérkezünk, akkor a vőfé ugye zárt kapu előtt ugye megáll, és akkor kellő tisztelettel köszöntöm a házat. Minden jót kívánok a házurának, a házasszonyának, minden egy vendégnek, csapatom nevében egy kis figyelmet kérek. Messziről indultunk, szeretett békében, jó kedvel, vidáman, ahogy illik szépen. Hoztunk egy vőlegényt, kinek nincsen párja, és úgy gondoljuk, hogy őt ma itt valaki már nagyon várja. Boldogságért jöttünk, megértés van nálunk, ezért mi cserébe szeretetet várunk. Ezért jött a házhoz, barátsággal népem, ha befogadnak, mi is megköszönünk szépen. Hátam mögött várakozik a nemes kompánia, megkérdem a tisztelt házigazdát, beengedik-e. És akkor elénekeljük, hogy nyisd ki babám az ajtót, ekkor ugye a násznagy, a mennyasszonynak a násznagyja, meg a két szülő, ugye kinyitják a kaput, és beengedik a kedves vendégeket. Nem csak a jászságba vőfékedik, hanem azért országosan. Mindenhol mások-e a szokások, vagy van, ami ugyanaz? Vannak nagyon sok úgymond összefüggések. Nagyon sok területen vannak ugye összefüggések, de
Csak néhányat említenék meg például belőle, ami ugye például a palócoknál van. Ugye a mennyasszonyt, ugye, amikor az esküvőről hazaviszik, már úgymond a vőlegényes házhoz, ugye, hazaviszik, akkor ugye mielőtt átlépni a küszöböt, ugye mézzel kenik be neki a száját, vagy mézzel, cukorral kínálják az ifjú párt. Hogy ilyen édes legyen nekik az éle. Elsőként is az öröm szülők cukorral vagy mézzel kínálják az ifjú párt, hogy ilyen édes legyen nekik az életük. És akkor szokott lenni, mindenhol, tehát még hogyha étteremben van is, akkor ugye ez a tányértörés, tehát amin ugye van ez a mézes kenyér, ugye például, vagy méz, egy tollat belemártottak, valamikor egy tollat ugye belemártottak egy ecsetet, és akkor azzal megkenték a szájukot, és akkor ezzel jelezték, hogy hát ilyen édes legyen nekik az életük. Tehát ezek a hagyományok, ugye ez például megvan ott is. A nyászságban itt mondjuk ez a cukorkínálás szokott lenni, vagy ugye ez a mézzel való kínálás, de nagyobb részt inkább a cukor, vagy például a jászságban még, de ez jellemző más településekre is, mondjuk itt Eger környékén, Demjén és ezen a környéken ugye a rizsszórás, ugye a rizs, ugye tudjuk azt, hogy a termékenységet ugye szimbolizálja, ez ugye megvan. Van, ahol ugye, mikor a ház hazaérkeznek, hazavizik a mennyasszonyt, akkor történik ez a rizsszórás. Van olyan hely, ahol ugye, mikor kijönnek ugye a templomból, akkor van a csokordobás. A csokordobás, az például a mennyasszonyi csokordobás, ez ugye szinte azt lehet mondani, hogy ez többé-kevésbé mindenhol szokott lenni. Tehát mindenhol előfordul. Úgyhogy ezek a hagyományok, ezek igenis, hogy még élnek, meg ezt értetni is kell. Ha már a hagyományokról van szó, akkor az sem mindegy, hogy a lakodalma karmestere hogyan jelenik meg. A ruházat tudnánk-e beszélni egy kicsit, hogy mindig ugyanebbe a viseletbe van, vagy természetesen az is változik? Természetes dolog, hogy ez ugye én el szoktam mondani, amikor engemet a fiatal párok megkeresnek, megtisztelnek, és fölkérnek erre a szép eseményre. Hozzáteszem, és elmondanám, hogy ezt a vőfémesterséget én a szívem szeretetével szeretem adni minden egyes párnak. Én nem szoktam ezért semmilyen tiszteletdíjat kérni. Én ezzel ezt azért csinálom, mert hogy a hagyományunk, a múltunk és a jövőnk, amely magyar földbe székel, és ezt tudni kell minden magyarnak, hogy ez milyen szép hely, ez fönnmaradjon, és ezért ugye én a régi és a helyszínnek megfelelően igyekszem közölni a fiatal párral, hogy én vőfé vagyok, nem ceremóniamester. Én hagyományőrző vagyok, és én a hagyományt szeretném tovább folytatni, és ezért igyekszek úgy megjelenni minden alkalommal a lakodalomba, hogy a tájegységnek megfelelően és a fiatal párral leegyeztetett, megbeszélt ruhába igyekszek megjelenni. Tehát minden egyes mozzanatnak hozzáteszem, megvan az a része, hogy mikor milyen ruhába vagyok. Melyik a legtöbbször viselt ruhadarab? Hát természetes dolog, hogy mivel azt mondottam is, hogy ugye jászkunsági gyerek vagyok, hát ugye a jász. A jász viselet, ugye ez szívem minden szeretete ugye ebbe rejlik, és ezt az ország bármely részére, hogyha megyek is, ezt mindig elmondom,
és ezt mindig közlöm. Sokan megkérdezik, meg is kérdezik tőlem, hogy ez a viselet, igen, mondom, ez a büszke jászoknak a viselete. És én erre büszke vagyok, hogy jász vagyok, és azt a jász viseletet ugye hordhatom, és magamra önthetem. Egy pár viseletet még mutasson be nekünk. Hát vannak ugye viseletjeim, amit szívesen viselek, ugye, mint ahogy mondottam is, ugye a jász viselet, ugye, ami jelen pillanatban is magamra öntöttem. Van a palóc népviselet. A palóc népviselethez rettentő nagy büszkeségem és nagy örömem fűz. Megmondom, hogy mert volt részem Bárnán, palóc világtalálkozón egy lakodalmas menetet, ahol 10 000 ember volt neki a résztvevője. És nem tudtam azt megmondani, hogy hány mennyasszony van, a rimóci viselettől kezdve a palóc, az összes nógrádi településnek a népviselete megvolt. Ezekből is van öltözetem. Van ugye a Tápió menti népviseletem, ugye ott általában ugye a búzakék és a piros rózsa, ugye ez szintén van bocskai öltözetem, amit szintén szívesen viselek, és nem utolsó sorban ugye van betyár öltözetem is, tehát amikor ugye volt rá alkalom, hogy olyan esküvőn kellett ugye részt vennem, ahol ugye betyárnak voltak beöltözve, ugye, és akkor természetes dolog nyilvánvaló, hogy hát ehhez már úgy dukált, hogy akkor már a őfé is, aki ugye vezényeli, ezt ugye akkor olyan hasonló öltözetet próbáljon ő is fölvenni. Mikor ölt legközelebb őfé ruhát? Hú, mikor öltök legközelebb? Hát úgy mondom, hogy most már pénteken is tartanak lakodalmak. Pénteken is vannak lakodalmak, ugye, és ugye szinte azt mondhatom, hogy már a közelmúltban is voltak ugye rendezvényeim, lakodalmaim pedig nem májusban kezdődnek, és októberig. Csak egy szó erejéig mondanám el azt, hogy november 30-a, az az utolsó lakodalmas nap. Tehát a november 30-át ezt azért említettem, mert ugye András napkor, akkor elhalkul a zene. Onnantól kezdve nem nagyon tartottak lakodalmat, régen se, onnantól kezdve csak nagyon kivételes esetben tartottak lakodalmat. Hogy érzi, mi a célja, meddig szeretné folytatni a vőfékedést? Ezt a vőfészséget én addig szeretném folytatni, amíg a vendégek, úgy érzem, hogy a vendégeknek örömet tudok okozni, és vidámságot tudok teremteni, ugyanis én nálam a lakodalom az a vidámságról, a mulatásról szól. Tehát ez nem házi buli, ez nem kerti parti, hanem ez egy mulatás, a lakodalom, ahol minden vendégnek kell, hogy jól érezze magát. A vendég, amikor beér, belép a kapun, akkor ő ott köszöntve legyen. Ismét újabb vendégek érkeztek körünkbe, hogy ők is részesüljenek a mi örömünkbe. Tessék, gazduram, fogjon velük kezet, és az asztalnál nekik is adjon helyet. Tehát én így fogadom a vendéget. És az első vendégnek az érkezésétől, én az utolsó vendégnek a távozásáig, én jelen vagyok az esküvőn. Tehát én végig ott vagyok, és a fiatal párnak a segítője vagyok, a segítségét végzem. A mennyasszonyi torta fölvágástól kezdve a menyecske táncig, a gyertyafénykeringőig, az éjféli tálalás, amit szintén fölkonferálok, és reggel, hajnalba, amikor ugye már a vendégek fogytán vannak, akkor megköszönök mindent, felkelő hajnalba, részem volt itt, sok finom ételbe, italba. De most úgy gondolom, hogy elég lesz ez mára,
Kívánok sok jó áldást az ifjú párra. Szerencse kísérje útjukat, létüket, áldja meg az Isten egész életüket. Viszontlátásra! Kedves nézőink, köszönjük figyelmüket, ez volt a Fáma heti adása. További tartalmakért kövessenek minket a YouTube csatornánkon, Facebook oldalunkon és a jttv.hu oldalon. Minden jót kívánok, viszontlátásra!